Jelentős támogatásokat igényelhettek idén is az agrárvállalkozások. A közvetlen támogatások kerete idén 415 milliárd forint, az átmeneti nemzeti támogatások összege 26 milliárd, olvasható az MBH honlapján. Az előlegeket már elkezdték utalni, többek között a kistermelők és a fiatal gazdálkodók is várhatják a kifizetéseket. Az előleg mértéke a támogatási összeg 50-60%-ára tehető, tehát előlekként ennyit fognak megkapni a gazdák. Ezt a kifizetést november 30 ig folyamatosan végezzük. Szeretnék minél több termelőnek ezt az előleget a bankszámlájára eljuttatni. Igazából itt azok a termelők fogják megkapni ezeket az előlegeket, ahol nincs semmilyen hátráltató tényező, tehát a táblájukban nincs túligénylés, nincs átfedés, és gyakorlatilag egyértelműen beazonosítható, hogy az az igény, amit nyújtottak kifizetése, az jogos részükről. A megyei kirendeltség vezető fontos határidőre is felhívja a gazdák figyelmét, hiszen akit mezőgazdasági kárért és már megkapta a nébi ellenőrzés utáni határozatát, valamint fizetett a kárenyhítési alapba, továbbra is van teendője november 1 és november 30 között a kivizetési kérelmet is be kell nyújtaniuk a kárenyhítésre vonatkozólag. Sajnos tavaly nagyon sok termelő volt olyan, aki azt hitte, hogy ezzel le van tudva, hogy a, kárnyit, a kármértékét bejelentette, megkapta a határozatot a Nébiktől és várta a pénzt. Viszont kifizetési kéremet nem nyújtott be, és így sajnos ők nem kapták meg a részükre jogosan járható vagy adható támogatási összeget. Csak Szabolcát már beregmegyében megyében idén több mint 4100 kár eseményt jelentettek, leggyakoribb a fagy és jégkár volt. A kirendeltség vezető pályázati lehetőségekre is felhívja a figyelmet, október 24-ig állattartó telepek korszerűsítésére, 31-ig többek között ültetvény és erdészeti telepítésre is lehet támogatást igényelni.